és az idő rövidségének meg is kérem utána jövő kollégát, hogy 5 perc után szóljon rám, mert még egy is dolgozt, és tudjunk elvédelni is. Röviden tényeket azt jelen elni, azt is, hogy a kérés előadás szól elő, a délutáni programban van még egy előadás, és igyekszem nem csak a nagyobb hálózatra csatlakozókat, hanem kisebbeket, amelyeket hálózatot távol eső helyeken is lehet használni. Gyakorlatilag miért fordult a világ szélenergiahatósítás elő? Egyrészt azért nem távol van, tehát nincs olyan mérföldön, ahol lehet mutni a szél. Bármilyen kis szélsebességgel lehet használni szélenergiát, a különbséget kell tenni, mire és milyen eszközzel. Azon túl a fejlettebb országokban azért fordult a szélenergia irányába, mert egyik leggyorsabban megtérülő és lehetően a legkisebb befektetéssel megvalósítható energiatermelő beruházás. Ezek a kis erőművek összességében más erőmű típusokhoz képest jobban olcsóbbak, tehát a piacra a belépési korlát alacsony. Azóta ugye a környezeti vonatkozásai szerintünk fontosak, és hát most már hangsúlyozzuk a társadalmi gazdasági hatásait is. Idén került kiadásra egy tanulmány, amely összefoglalt, hogy most már világszerte közel 400 ezer ember köszönheti szenergi iparnak a munkáját. Földön most már 120 gigawatt, Európában ebből 64 gigawatt található, ami ezt házadatra csatlakozó erőművet jelent, ami azt jelenti, hogy minden nap átlagosan 20 új szélerőművet kapcsolnak hálózatra. Ez ma már azt jelenti, hogy a európai gyors energiafogyasztásnak, felhasználásnak 4%-át szélerőművet nyeljük. Az évek során rendkívül gyors fejlődés, tehát egy év alatt több mint 8000 megawatt épül Európában, és 2008 volt az első év, amikor minden más erőmű típus közül a szélerőművek kapacitás növekedése volt a legjelentősebb, ami jól is mutatja, hogy eddig a földgáz alapú kis erőművek voltak a legnagyobb új telepítés erőművek, az elmúlt évben a szélerőművek átvették ezt az irányt. Ez azt is jelentette, hogy az energiamix az változik, tehát az elmúlt években, mint például 2006-ban Európa szerte és főként földgáz alapú erőműveket építettek újonnan, nagyon kis arányban új nukleáris erőműveket, és hát nyilván most már az utóbbi években a szél az markáns szegmens jelent kapacitásokat illetően, tehát 10 év alatt nagyon gyors átalakítást tett lehetővé. Ugye Európában Németország, Spanyolország, Dánia kulcsfontosságú hely, azonban azt kell megjegyezni, hogy 2000 után már több piac lépett Európában szénre, tehát ezeknek az országoknak az arány jelentősen csökken. Ebben a három országban már ugye legjobban Dánia vezet, hogy 16%-a most emelően a szélből származik, de Németországban és Spanyolországban is jelentős hányan van. A 2007-es adatok alapján ugye Magyarország és ugye kelet-közép-európai régiók eléggé elmaradnak Dánia és Spanyolország, de Portugália és Írország is rendkívüli értéket jelentett, hogy jelentős arányú. Nagyon sokan fektetnek bele, és megkerülhetetlen most már szélenergia, mert nem lehet azt mondani róla, hogy hát, hogy ez egy valakinek a hobbija. A világon 2008-ban megelőzte Németországot az USA, tehát az összes kapacitásban és az új kapacitásokban is USA vezet, és a másik legjelentősebb piac és nagyon gyors fejlődés mutatja az, hogy Kína van a második helyen, ő rövidesen a negyedik helyről valószínűleg Németországot és Spanyolországot is meg kívánja előzni, és az európai piacot fogja célozni. USA-ban Texas vezet, Kalifornia vezet, elég szűk terület, nyilván a legjobb szélpotenciáljú helyek. Kínában pedig nagyon érdekes, nagyon gyors a fejlődés, és a kínaiak annyiban ügyesek más európai országokhoz képest, mint Románia vagy Magyarországhoz képest, hogy nagyon hamar ugye a gyártókapacitás magukhoz rendelésével próbálnak új munkahelyeket teremteni, tehát most már Kínának nem csak generátorgyára, hanem szélerőmű napát építő gyára, és az a utóbbi években gyakorlatilag ezen az államban látszik, hogy gyakorlatilag kínai vállalkozások adják a beruházásnak a 50%-et, tehát ők szállítják
tehát nem bizonyosan a németek és spanyolokra. Lehet munkáról az térfüggő nagyjártásban, tehát hogyha arra szeretnénk használni a társadalmi gazdasági hatásai előnyésekre jelentünk, nyilván a szérlei díjpont nem a hasznosítás része, hanem az alkatrész gyártás része a legfontosabb. Ezért ugye a szép alapfejlesztő kivitelezés, a promotálás, ennek az energia nagyon sok önhelyeken. Szép potenciálról nagyon röviden, minden ezt határoz meg. Gyakorlatilag a szép potenciálról, hogyha tudunk információt, akkor ahhoz választjuk a műszaki paramétereket, a szél potenciál ismeretében, más tényezők alapján a környezetvédelmi vonatkozásokat is. Tehát nagyon sok szempontot kell eleget tenni, hogy a beruházónak profitot kell termelni, valakinek szén-dioxid megtakarítás, és valakinek meg felhasználható energia. A hátszatra csatlakozóknak az első körben mindenképpen a szél potenciál a legfontosabb szempont, ez határoz meg mindent, de nyilván a társadalmi szempontok éppen a fontosak, hiszen ha a társadalom nem elfogadó ezekkel szemben, akkor bármilyen jól folyhat a szél, nem valósulhat meg. Ugyanúgy igaz a nukleáris energiára, tehát nem elutasító, mert a társadalom utasítja, akkor a bűnös életben nem lesz azon energiához szeretnénk. A valós költségek is elsősorban a szélpotenciálhoz megvédte, biztosítani. Nyilván Magyarországon is felmérésre került, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem mindegy, hogy milyen magasságban, ugyanis a 10 méteren, vagy 75 méteren egyrészt más hasznosító berendezés és más kihasználható energiát jelent. Nagyon fontos az, hogy a magassággal nem csak a szélsebesség átlagos értéke növekszik, hanem a napi menete is változik, ami azért kulcsfontosságban lesz, hogy a talaj közelében főként napon folyóban a szél, hegyvidéken, illetőleg nagyon magasságban, főként éjszaka, és ugye ez a bionos energia rendszerbe integrálásnál nagyon fontos, hiszen jelenleg például a magyar rendszerben nincsen tárolókapacitás, tehát hogyha éjszaka fúj a szél, az nem nagyon hörgőnek, akkor nincs felhasználó, aki ezt tudja használni. Magyarországi telepítések évek során eléggé változatosan alakult, itt ugye szabályozási gondok vannak, tehát itt 2006-ban kapacitáskorlát lett, kinevezve 2007-ben ilyen tisztéses telepítések, most újra növekszik, de ez ugye a 2 évvel ezelőtti részlenségnek a megvalósítását jelenti, tehát a kb. 2-3 év az átutási ideje komolyabb projektnek, tehát az egyedi részlenségtől megvalósítási. Magyarországon most már 200 gigawattóránál is többet termelnek szélerőműveket, ez most már jelentős szám. A 2000-es adatok alapján 0,3-0,4% a bőrösségi rendszernek, mivel 330 megawatt a kapacitáskorlát. Ez azt jelenti, hogy ha megvalósul